6 hetes felkészülés után várja a bajnoki folytatást a Máté Szalkai csapat. Bár a körülményekre nem lehetett panasz, műfőn és teremben is tudtak készülni a futballisták, a betegségek megnehezítették a szakmai stáb dolgát. Egy hétre le kellett állni az edzésekkel, és edzőmeccset is le kellett mondani a sok hiányzó miatt. Annak viszont örültek a klubnál, hogy 4 játékos is tagja volt az országos amatőrbajnokságban 3. helyen végző megye válogatottnak. A Tiszavasváriból érkező új edzőben, Kis Gáborban maradt némi hiányérzet a felkészülést illetően. Január elején sikerült üllőre jutnunk, hogy Máté Szalkán folytatom, ugye Tiszavasváriban a megye 2-ben voltam edző, teljesen arra a felkészülésre rendezkedtem be, ugye egy március elejé kezdésre. És így belecsöppentem ugye itt a megye egy légkörébe, illetve a felkészülésbe. Úgy gondolom, hogy a tervezett munkát nem maradéktalanul tudtuk elvégezni. Sajnos a betegségek, hiányzások azok nehezítették a dolgunkat, de én úgy gondolom, hogy ezek nem lehetnek hátráltató tényezők. A játékstílus, játékrendszer az nem hiszem, hogy nagy változtatásokra szorul, ugye, mert ez mutatja az eredmény is, de hogy még eredményesebbek tudjunk lenni, én úgy gondolom, hogy az állóképesség, illetve az erőfejlesztés az még a bajnokság közben is szükség lesz rá, hogy fejlesszük. A téli szünetben nem volt nagy mozgás a játékos keretben, igaz, ezt nem is tette indokolta az őszi szereplés. Egy labdarúgó távozott, és ketten érkeztek a csapathoz. A távozónk az egy nagyon fontos személy, a Mos Flavio személyében egy tapasztalt belső védő volt, aki visszatért, egyetlen egy Romániából maradt játékosunk volt, ő visszatért Nagykárolyban. Két érkezőnk volt, a Cigándor érkezett a Baráz Márk személyében, egy 24 éves védő, és egy régi visszatérő emberünk, a pedig a Liálható személyével. A megyei első osztály tabelláját a Nyíregyháza Spartacus második csapata vezeti 39 ponttal. A 30 pontos Vásáros Namény és a 28 pontos Mándok mögött a Máté Szalka 27 ponttal várja a folytatást. Vezető, játékos, szurkoló, vezetőedző azt szeretné, hogy minél eredményesebben szerepeljünk. Most, hogyha kimondva kimondatlan, ugye a dobogó közelében vagyunk, azért mindenki reménykedik, illetve bízik abban, hogy a dobogóra oda sikerül érni. Én azért kicsit más szemmel is közelítem meg a dolgokat, mert nagyon kevés idő állt rendelkezésre, hogy a csapattal együtt dolgozzunk. Ugye felkészülési mérkőzés nem is volt, amikor a teljes keret a rendelkezésemre állt. Volt olyan játékos, aki egy mérkőzést tudott játszani. Én úgy vagyok vele, hogy ha azokat a taktikai elemeket, játékhelyzeteket, ugye, amiket gyakorlunk edzéseken, illetve bajnokin is szeretnék viszont látni, ezek a játékosok ezeket vissza tudják adni minél többször, ezáltal fejlődünk, akkor nekem az már előrelépés lesz és eredmény lesz, és bízom benne, hogy akkor ezzel már a csapat eredményessége is sokkal jobb lesz. A Máté Szalka az első tavaszi fordulóban szombaton 12 órai kezdettel a Kemecsét fogadja a nyírbátori műfüves pályán. A forduló további párosítása a következő: Nyírmegyes Újfehértó, Nyírgyulaj Vásárosnamény, Nagyecsed Nyíregyháza Spartacus 2, Tarpa Csenger, Nagyhalász Nyírbátor, Mándok Gyulaháza és Ibrány Balkány.